félig meddig hangpróba is, mert beállítjuk a mikrofont. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Szeretném pontosítani az irodának a miben létét. A táblán az szerepel, hogy 27 millió forint támogatást nyert az Egyesület. Ebből durván 4-4,5 millió forint az, ami a irodának a technikai berendezése, fénymásoló, klíma, laptopok, illetve ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni egy információs iroda, illetve egy közösségi tér. A másik durván 20 millió forintot pedig egy kültéren is hasznosítható, nagyméretű és profi színpadra kaptuk. A színpadot természetesen szeretnénk a térség önkormányzatainak felajánlani, falunapokra, különböző rendezvényekre. Most azért nincs beüzemelve, mert az előfinanszírozás még nem futott le teljesen, tehát a színpad technikának a fele van jelenleg Kapolcson. Mint ahogy a táblán is látszik, nem egy Turinform irodát hoztunk létre. Egyik funkciója az irodának az ide érkező vendégek informálása a helyi látnivalókról, szolgáltatókról, lehetőségekről. Másik ugyanilyen fontos funkció az itt élők, magánemberek, vállalkozók, gyerekek részére egy közösségi tér. Hát ugye most hogy van, hogy megkérdeztem, hogy ez az ember, nem valami? Szia! Én mondanom, hogy mindenki, nem is a Tamra talán, hogy az más oldal? Zsolt, hogy a szervezet.